Sziasztok! Újra itt vagyunk a Terméklesen, és hát nem tudom, hogy nézted a naptárra, Csoki, de egyre közelebb van már a karácsony. Igen, már néhol fosszányokat hallani ilyen karácsonyi zenékből. És hogyha még nem tudjátok, hogy kinek mit vegyetek karácsonyra, és mondjuk nincs olyan szerencsétek, hogy a családon belül mindenki csak egy ajándékot kap, amit a többiek együtt vesznek, akkor hát lehet, hogy sok cuccot kell beszerezni. De a jó hír az, hogy itt vagyunk mi, ismételten rengeteg fantasztikus termék társaságában, szóval lehet, hogy megéri velünk maradni. Valószínűleg nem. Inkább valószínűleg. Te szeretsz, Tomi, praktikus ajándékokat adni? Tudod, mi a legpraktikusabb ajándék? Na. Készpénz. Kis helyen elfér. Tényleg arra költöd, amire csak szeretnéd. Valóban tudod, hogy mire van szükségük. Te is mindig kaptál alsógatyát és zoknit gyerekként karácsonyra, nem? Az egyik első jele annak, hogy öregszel, hogy tudsz örülni a zokniknak. Úgy értem, hogy amikor jó zokni. Team Merinoi gyapjú. Nem tudom, hogy mi lehet, Tomi, ami hasonlóan hitvány, mint az az ajándék, amit most be akarok mutatni. De várjál, de miért hoztál ide hitványságot? Okay, champ, I'm gonna take your temperature. Just have to remember which one of these we use for oral and which one for rectal. Rögtön egy ilyen instant, ilyen altesti humorral indul egy termékvideó. Hát sok jóra nem fogok számítani. Ez egy Dumb és Dumber film fej. Az altesti humorhoz még. If you can't remember that I'm not putting either of those in my mouth. Hold on, I'm pretty sure it's this one. Ez nagyon alja. Tételezzük fel, hogy létezik ez a probléma. Attól még másra is megoldást jelenthet ez a termék, ami majd most meg fogunk látni, hogy egyáltalán micsoda. Ah, but the battery's dead. So I guess that means we gotta do it the other way. Mom! What's going on? He's not feeling so well, so I was gonna take his temperature the old-fashioned way. Nope. Come on, köszönöm szépen, a karácsony hangulatát teljesen kinyírtad. Nézd meg, ilyen karácsonyi pizsia van a gyereknek. Ó, édes jó atya. Relax, there's a much easier way now. The temp buddy. Well, you don't have a fever, but I'll open a profile for you in the app. So that we can track your temperature over time. Cool. So cool. Teljesen fölösleges. Mi teljesen fölösleges? Megmérni a hőmérsékletét a gyereknek? Nem, az, hogy most logolja neked a hőmérsékletedet. Annyira fontos, felírod a telefonodba, hogy jegyzetbe. Én, hogyha elmentettem volna a legmagasabb lázaimat... Akkor most... tudnál így flexelni vele? Meg mire jó ez, hogy ilyen achievementeket így unlockolsz? Hogy jó, az nem is valószínű, hogy túléled, de gratulálok. Volt már 40 fok fölötti lázom, és ez borzalmas. Talán volt. Nekem is halucináltam, olyan magas volt a láz. De tessék, de ugye nincsen semmilyen bizonyítékod rá, Tomi. Na, életbe. Hát ez bárki mondhassa, hogy volt már nagyon rosszul. See, you're also fine. Awesome, I'm gonna make myself a profile. Ez egy közösségi oldal, hogy így profilokat lehet létrehozni? Bejelölhetlek a Temp Buddy abban, Csoki. Versenyezhetünk. Akkor megnézhetjük ki lázasan. This pot is... look out, 179 degrees, that's hot. Tényleg ez a hobbija valakinek, hogy fog egy jegyzetfüzetet, és így megy körbe, hogy... Nem kell jegyzetfüzet, profilt nyitsz neki. Profilt nyitok minden tárgyamnak külön? Igen. Oh. Hey, I'm Milad, founder of UTech Solution. Kijött a szekrényből egy idegen ember. Egy idegen ember van a szekrényünkben. Tempadi is available here at Kickstarter. Please, make a pledge and help us. Elmondom, mi lesz, megméri a hőmérsékletét. Szóval, te nagy szakértője vagy már a termékeknek. You have a healthy temperature, sir. Mit szólnál, ha 4-es-6-oson így valaki állsz, így oda menne egy telefonnal, és így milyen egészséges hőmérsékleted van te? Megmondom őszintén, hogy nagyon nem lepődnék meg. I love your product. Thanks. It's so cool. Fú, de rohadtul kínos. Fúj! Hát Csoki, hát ez fantasztikus. Zokninak jobban örülnék. Hát neked semmi se jó, Tomi, pedig még azt se tudod, mennyibe kerül. 30 ezer. 27 gyakorlatilag eltaláltad. De azt is lássuk be, Tomi, hogy ez tehát ajándéknak azért más. Ajándéknak nem olyan drága. Hozzácsapok egy lúta betétet. Amúgy tényleg ilyen izét cipőbe, ilyen cipő lábszag elleni spré. Mi van annál hitványabb? Mosogatószer? Fagyálló ebből. Fagyálló! Csoki, megvennéd? Én kérdezem tőled, Tomi, de neked én megvenni? Jó, de kedves vagy. Lehet, hogy akkor inkább az én ajándékötletemet kérném. A pénzt. Na jó, nem venném meg. Valójában én sem, de főleg azért, mert nem lehet megvenni. Ez itt egy fekete lyuk, ez meg itt egy fekete pötty. Ha most az előbbiről mesélnék önöknek, egy forintot sem kapnék, úgyhogy menjenek fel a blackspot.hu-ra, mert nekem kell a pénz. Sokba van a rezsi.
Szóval itt most sok ilyen kis figurás termék van leakciózva, ami tök jó, gondolom. Mondjuk én még mindig inkább ezt nézném meg. Csak neked biztos vannak a barátaid között olyanok, akik szeretnek játszani. Igen, nagy társasjátékos társaság. Ó, nem, kérlek. Igazi játékosokról beszélek, akik PC játszanak. Azt is szoktunk játszani. De el tudod azt képzelni, azt a helyzetet, hogy megírtad a leckédet, és leülsz egy kicsit kodozni haverokkal. Nyomtok egy jó vort, ugye COD 2-ben. Kodozni. Igen, el tudom képzelni. És ugrálsz, ugye, lövöd a rakétákat, de egyszerűen annyira hideg van, hogy az izmaid merevek. Elhibázod a lövés, rossz gombot nyomsz. Tehát ez most, jól értem, hogy ez egy kézzokni lesz? Nem, mert az hitvány lenne. Az pedig ide ugye már nem fér bele. Ez egy rendkívül igényes promó videó, mint látod. Forgattak egy ilyen FPS zombis játék. Ez eddig amúgy elég jó. Hát, ajjajjaj, és vajon ez miért történik meg? Miért? Hát itt a válasz, Csoki. Még nem kapcsolták be a távfűtést, tudod, a szezon elején vagyunk. De most mi van? Most a játékba fázott a keze, vagy a valóságban? Szerintem meg tudod fejteni. Mondjuk, hogyha már ilyen elváltozások mutatkoznak a kézfejedre, akkor szerintem ez lehet, hogy valamilyen komolyabb betegségre utal. Hú, egyszer én, nekem is ilyen volt a kezem, és nagyon-nagyon megijedtem. Hol jártál te? Céklát hámoztam. Why are my hands so cold? Thanks for asking. Here at Envavo Heat Buff, we have the perfect solution. The reason your hands are cold is because of the adrenaline that pumps in your body while playing video games. De várj, szerinted játék során szabadul fel annyi adrenalin, ami tényleg jelentős mértékben kifejti ezt a hatást? És hogyha nagyon durrán fölmegy az adrenalin szintem, akkor így megfagyok? Nem, csak a kezeid. Ezt értékelem, hogy összetörnek dolgokat, és akkor legalább hoppá, ugye... Hoppá, föltörtem, mint a tojást. Ez kreatív. Fantasztikusan tudsz... ott van! Megszületett! Ez egy szaros hősugárzó. Mi a baj? Semmi gond, nézzük meg. Igényes kapcsoló. Figyeld! Most már kész. Édes Istenem. Kicsit azért elfogott a cringe. Viszont hadd kérdezek valamit. Hogy mennyibe kerülhet? Vajon? Megkockáztatom, hogy ez gyalázatosan túl van árazva, mert egy gamer termék 60 ezer forint. Jó hírám, majd csak 40. Ez egy ajándéknak akkor tökéletes. Akkor ezt 40 ezerért nem venném meg. Figyelj, ez az egy review videó van, én most legalábbis nem találtam mást. Nada, vamos al lío. Hoy os traigo el hit buff. Hát ne essünk bajba. Nézd csak meg, bocsánat. Egy unboxing így láthatja, hogyan jön, és olyan óvatosan, hogyan működik, és később elmondom a véleményemet. Azt csinálsz, amit akarsz. Uha, csalódást okozott. Aha, meg megégeti, megolvasztja az alumíniumot. Rányomsz a gombra, és egybe ég a bőröddel. Hát ez játéktűzhely. Nem dicsérte agyom. Én elhiszem neki, hogy ez a játéktűzhely ez nem a legjobb. Az ajándéknak nem az a lényege, hogy jó legyen, hanem az, hogy te kipipálhasd, és megnyugodjon a lelked. Ja, hát így nem venném meg, Tomi. Én ajándékba. Neked köszönöm. Csak ezt akartam mondani. Nagyon fázik a keze. Én azt javaslom, Tomi, hogy elég legyen most már ezekből a kamu ajándék szagú dolgokból, és nézzünk meg egy valódi ajándéktárgyat. Ezt teszi fel a koronát a mai adásra? Igen, bár nem merinói zokni, de lássuk, mit rejthet. Rá tudok húzni egy merinói gyapjú zoknit? Vagy mit, egy lábat szeretnél kapni? Menjünk tovább. Lemodellezték a naprendszert. Igen, és ezek... És lebegnek. Azt a és elektromágnes. Mondjuk érdekes. És mozognak. Lekövetik a helyzetét a jó, hogy ez valós időben. Amúgy ezek a elektromágneses lebegő dísztárgyak nagyon tetszenek amúgy is, de ez, most akkor ez mekkora? Ez rohadt nagynak tűnik. Ami itt szerintem a legnagyobb kérdés az azt, Tomi, hogy szerinted mennyibe kerül ez a cucc. Ez biztos drága nagyon, sajnos. 100 000 forint. Ez
550 000 forint lesz. Tényleg ez azért elég kemény összeg. Megnéztem, hogy mennyiért lehet kapni amúgy hasonló dolgokat. Ó, ez nagyon hitvány. Itt van például 10 000 forintért. Mi? Ez egy tojás? Nem, szerintem csak rossz ez a kép. Szerinted ez Photoshop? Van például ilyen is. 21 000 forintról le van árazva 5000-re. Na, 5000-ért viszont azt mondom, hogy rendben. Na, de akkor összeszedtek egy rakás pénzt, és mit írnak? Már minden készen áll, csak várnak a gyárra. Hát, ezt mondják, ki tudja. Itt vannak a kommentek. Ú, igen, karácsonyra ugye szeretnék az emberek. Mondjuk főleg, hogyha belerakták a pénzt, nem tudom, 1-2 évvel ezelőtt. Egy prototípus elvileg van belőle, de hogyha megnézted itt a videókat, azért ezek úgy néztek ki, mintha egy kicsit meg lenne hebrákolva. És most megmutatja, hogy bizony-bizony olyan hatása van, mintha oda lenne trekkelve. Igen. De miért? Ez nagyon furcsa, miért tűnik kamunak? Csinálsz egy ilyen projektet, nincs egy normális kamerád? Mivel van ez rögzítve? Ez miért tűnik kamunak? Ez olyan, mint az ilyen UFO videóknál, nem? Hogy azért olyan szar minőségű, hogy ne tűnjön fel az, hogy kamu. Pontosan ugyanolyan az árnyék mindkét felületen, látod? De én nem értek ehhez, tényleg. Csak van egy ilyen nagyon furcsa érzésem az egésszel kapcsolatban, és olyan jó lenne látni még több videót. Vissza kell erre nézni. Majd megnézzük, hogy megkapták-e karácsonyra. Azt valószínűsíthetjük, hogy karácsonyra nem kapják meg. Hogy jövő karácsonyra megkapják-e. Nem baj, mert helyette ott van a kézmelegítő, meg ugye a lázmérő. Kár érte, amúgy jónak tűnt. Ja, de lehet, hogy lesz ilyen valamikor, még a mi életünkben, Tomi. Megmentettük a karácsonyt. Már megint. Egy Kickstarter projektet megvásárolni ajándékba, az nem egy rossz ötlet, mert hogyha még nem készült el, akkor egy üres dobozt ugye átadsz. Vettem itt neked egy ilyen naprendszert. Ja, így mutatsz róla egy videót. Nem tudjuk, mikor érkezik igen. meg, de valójában nem vetted meg. Persze, hogy nem. Mert kurva drága. Most ha látja az árát az illető, és mondja, hogy úristen, ennyit költöttél rám. Hát ez megható. Hány éves kor fölött lehet azt mondani, hogy jó ajándék az okni? És szerintem ez valahol ott van a határ, hogyha elköltöztél otthonról. Tehát 35? Tehát 40. Amikor kiköltöztél a szüleid alaksorából. Köszönjük nektek, hogy ismételten velünk tartottatok itt a Terméklesen. Találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!